Sziasztok, jó reggelt! Picit még rekettes hangom, mert nem nagyon beszéltem még ma, és ahogy látom, iszonyú karikások a szemeim, mert nem is aludtam ma éjszaka. Nem tudom, nem nagyon szoktam még meg ezt a 35 fokos meleget a 15 fok után, ezt a váltást, ezt így nem nagyon tudtam abszolválni egyenlőre, de mindegy. Már egyébként egy ilyen leülős, beszélgetős videót terveztem, de rájöttem, hogy az előző is olyan volt, úgyhogy fő a változatosság. Összekötjük egy kis vloggal, mert hogy úgyis megyek majd eseményre, hát ha érdekes lesz, megmutatom, meg ki tudja még mit csinálok ma. Egyébként elég korán, már reggel 9-re megyek a Viblance-nak a brunch-al összekötő termék bemutatójára, aminek örülök, mert a granulát imádom, viszont ugye délután úgy nem szoktam enni az időszakos bőt miatt, de most ez egyszer kivétel tehetünk, azt gondolom. Indulok is egyébként mindjárt, mert lassan idő van. Felvettem egy ilyen H&M-es új nélküli fehér inget, van rajtam egy ilyen Stradivariusos, hosszú, színes, hát ilyen rakott szeri szoknya, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, de most egyébként eléggé divat, meg tökre szeretem, hogy színes, mert elég ritkán hordok sajnos színeket, úgyhogy ha igen, akkor az egy ilyen kis változatosság a ruhatáramban, úgy érzem. Hogy ma még mit fog csinálni, azt nem tudom, de mindenképpen sor kerülünk arra a témára is, amiről egyébként alapvetően beszélni akartam, mert már régóta szerettem volna, úgyhogy az lesz majd délután, de most akkor irány a brunch. Hóna hazaértem, elviselhetetlenül borzasztóan meleg van, nem tudom, hogy fogom kibírni ezt a nyarat, hogyha vég 35 fok felett lesz az időjárás, mert nekünk légkondink sincsen, de hát bent is borzasztó meleg van, kint is borzasztó meleg van, nem tudom, hogy ez mindegy. A brunch az egyébként tök jó hangulatú volt, ilyen kis eléggé zárt körülbelül, legalábbis kevesen jöttek el, de voltak ismerősök. Megkóstolhattunk három új zapkása terméket, amiket még csak most fogom majd kidobni piacra, úgymond a Viblance. Volt egy citromos plusz fehérje tartalommal, ami tökmagból származik, tehát tökmagfehérje. Volt egy olyan, ami ilyen bogyós gyümis volt, áfonya, málna, eper, és volt egy olyan, ami ilyen kakaós, csokis, török, magyarós, ilyen nutella-szerű ízvilág, és mindegyik tök jó, mert ilyen mindenféle hozzáadott anyagtól mentes, nincs benne cukor, tejpor, emulgálószerek, mit tudom, amiket szoktak még betenni az összesen kis zaskós zapkásában, egyik sincsen benne, és így is nagyon-nagyon finom. Örülök, hogy megkóstolhattam. Az mondjuk igaz, hogy iszonyú gyorsan megteltem tőlük, mert tényleg nem vagyok hozzászokva, hogy reggel ennyire hamar már egyek, úgyhogy a harmadikat már így épp, hogy csak megkóstoltam, de már nagyon találtam, úgyhogy valami lehet, hogy fogok most szerintem ebédelni is, illetve legalábbis majd jóval később még. Amit viszont csinálni fogok, hogy szoktam pár heten, illetve egy-két heten, de jó esetben csinálni itthon egy nagy adag ilyen péksütit valamilyen szafis tésztből, amit aztán lefogyasztok, és akkor mindig, hogyha szükségem van rá, akkor csak így elő tudok egyet-egyet venni és felolvasztani. És most is menjünk majd hétvégén Fannival két napra Szlovéniába egy ilyen kis utazásra, majd arról is csinálok valószínűleg videót, hogy majd láthatjátok. És akarok most sütni pár zsömlézve kifit, ezt még nem találtam ki, hogy legyen akkora is, meg utána későbbre is, mert nem szeretek minden nap ezzel pepecselni. Őszintén most a sütő is a szívesen kapcsolom, mert borzasztó meleg van már így is, de venni se akarok pésztit, szóval inkább úgy, hogy megcsinálom, aztán egy ideig most lesz. És most jött meg valamelyik nap ez az új baguette zsemle liszt keverék, ami annyiban különbözik az eddigi lisztektől, hogy ez csökkentett szénhidrát tartalmú, viszont nem kell hozzá tojást sem hozzá, mert úgy szokott lenni, hogy vagy csökkentett szénhidrát tartalmú, és akkor tojásos recept, vagy nem csökkentett, és tojásmentes recept. Na, ez mind a kettő. Ez köles liszttel, illetve bambuszoros liszt és pucifű maki liszt keverékével készült, úgyhogy itt a hátoldalán van egy recept, ezt fogom szerintem megcsinálni. Ez itt, ha jól látom, kettő darab bagett elkészítésre elég, szerintem ebből fogok egy kétszeres vagy háromszoros adagot csinálni, hogy legyen jó sokáig, és mindjárt mutatom, hogy mi sül ki belőle. Végül úgy döntöttem, hogy háromszoros mennyiséget fogok készíteni, így minden egyes hozzávalóból a csomagolási nyílt mennyiségnek a háromszorosát mértem ki. Először is a vizet, majd kipacsartam egy citromnak a levét, és ebből szükségem volt 30 ml-re, de egyébként citrom helyett használható a legtöbb receptben almaecet is. Ezután tettem bele egy kevés rózsaszín himalájasót, és jöhetett a lisztkeverék. Igazából ennyi az összes hozzávaló, tényleg halál egyszerű recept.
Egy kanállal összekevergettem a lisztet a vízzel addig, amíg úgy láttam, hogy már gyúrható, majd kézre váltottam, és addig gyúrtam, amíg a tészta szépen már elvált az edény falától. Kaptam egy jó nagy gombócot belőle, és ezután mérlegen lemértem az összmennyiséget, és elosztottam 6 felé, így tudtam kimérni 6 egyenlő részre a kiputat, illetve a zsemléket. Próbáltam minél szebb bagetteket formázni, nem lett tökéletes, de a cél igazából tökéletesen megfelelt. Miután már mindegyiket kienyengettem a sütőpapírra, egy íres kis segítségével bevágtam a bagetteket, illetve császárzsemlét készítettem a zsemlékből. Egy tojásságát összekevertem egy pici vízzel, és egy ecses segítségével bekentem minden kis pécskét, hogy szép fényesre süljenek. Ezután megszórtam a tetejét fekete, illetve fehér szezámmaggal, és nem volt más hátra, mint betenni az előmelegített alulfelül sütéses sütőbe. 45 perc múlva gyönyörű pécskét készültek belőle. Az eddig elkészített receptek alapján nekem ez jött be a legjobban, a legszebb és legfább zsemlék készültek belőle. Na, összedobtam egy jó kis salit, megevédeletem, minden ilyesmivel túl vagyunk, de ez most nem egy mit eszem egy nap, úgyhogy ne haragudtok, ezt most nem mutattam meg. Viszont akkor rá is térnék arra, hogy igazából miért is akartam csinálni ezt a videót, de nyilván a címben már kitalálhattátok. Szóval, amikor vannak Instán ilyen kérdezfelelek alkalmak, amiket amúgy igyekszem most már egy hetente legalább egyszer csinálni, úgyhogy ha még nem tettétek, akkor kövessetek be Instán is, hogy tudjatok az ilyenekben részt venni. Szóval ott mindig felmerül az, hogy Kriszti, én egészségesen eszek, edzek, sportolok, nem tudom, de egyszerűen nem mozdul a mérleg, megállt a fogyás, mit csináljak, mit csinálok rosszul, hol rontom el, mi legyen. De tényleg ez így szinte minden ilyen alkalommal benne van, és azért gondoltam azt, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon olyan probléma, ami sok mindenkinek felmerülhet, tudom, mert nálam is felmerült, többször is az életem folyamán, meg mostanában is felmerül, már mint nem konkrétan ilyen értelemben, hogy nem tudom, hogy mit tegyek, hanem hogy olyan picit ilyen lustaságba képes vagyok bele lustulni a szokásaimba, és nem változtatni, és azáltal semmilyen fejlődést nem elérni. Úgyhogy ez picit nekem is egy ilyen emlékeztető lesz, meg bízom benne, hogy nektek is legsegítség, hogyha hasonlóval küzdötök. Tehát tételezzünk fel valakit, akinek volt x kiló súlyfeleslege, és ezért életmódot váltott, elkezdett odafigyelni a táplálkozására, mondjuk feltételezzük, hogy jobb alapanyagokat evett, kevesebbet evett, és mellé elkezdett sportolni is, és ezeknek a változásoknak a hatására tök gyorsan elindult a mérleg, elkezdett változni, elkezdte látni a tükörben, hogy de jól formásodik, lement egy két kiló innen-onnan, a mérleg is azt mutatja, a centik is azt mutatják, és aztán egyszer csak egy ilyen, nem tudom, 2-3 hónap után beáll a plató, és onnantól kezdve nem megy sehova, pedig elméletileg ő nem változtatott semmin, ugyanúgy egészségesen eszi, ugyanúgy eljár sportolni, esetleg még kevesebbet is eszik, mint az elején, azért, hogy menjen tovább a fogyás, esetleg még többet is sportol, mégse történik semmi, és teljes elkeseredettség van, és akkor ilyenkor mi a teendő? Két oldalról fogom megközelíteni, egyrészt a táplálkozás oldaláról, egyrészt az edzés oldaláról. Kezdjük azzal, amúgy így felírtam magamnak pár dolgot, úgyhogy néha majd a telefonon fogok nézni, de ezzel elég is foglalkozatok, csak hogy ne maradjon ki semmi, hogy alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, amit valóban megeszel. Az a tapasztalat, hogy az elején, amikor valaki ténylegesen még az életmódváltás elején van, akkor abszolút nem szükséges az, hogy elkezdjen mindent számolni, mérizsgélni, és rögeszmésen a grammok rabjává váljon. De egy idő után én úgy érzem, hogy szükség lesz rá. Nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek makrokat kell számolnia, viszont az biztos, hogy ez a legtisztább és legegyszerűbb út arra, hogy megnézd azt, hogy te valójában mi is az, amit megeszel, és mennyit, és miből, és hogy. És csak így tudsz egy valóban tiszta, hiteles képet látni arról, hogy mi az, amit a te szervezetedbe bekerül. És egy ideig jó az, hogy kevesebbet eszel, vagy egészségesebben eszel, de ahogy mondtam, ez egy idő után nem hoz már eredményt, és ilyenkor lehet érdemes elkezdeni használni egy ilyen makrószámláló appot, és tényleg minden egyes falatot, amit aznap megettél, azt feljegyezni, lemérni, bevinni, ha nem is gramra pontosan, de hozzávetőlegesen, hogy tényleg lásd az, hogy mi is az, ami a testedbe került, és őszintének lenni, és nem átlenni magadat, mert ami miatt sokszor el tud csúszni az egész,
hogy vannak a főétkezéseink, mondjuk napi 3, vagy napi 5, vagy kinek mennyi, és azokkal úgy tisztában vagy. Azt tudod, hogy mit ettél, mennyit ettél, hogy ettél, tudod, hogy aznak mennyiség neked jó, és akkor az úgy pipa. Viszont hajlamosak vagyunk olyanokról megfeledkezni, hogy például mondjuk lenyaltam a magyaró vajas kanálnak a maradékát, vagy megkóstoltam a barátomnak a vacsoráját, vagy nem ettem a sütiből, csak éppen egy falatot, meg tudjátok ilyen dolgok, amik, hogyha egész nap előfordulgatnak, teljesen észrevétlenül, és tényleg senkit nem akarok hibáztatni, ez megesik, de az a végén akár simán összejött 2-3-400 plusz kalóriára is egy nap, ami egy kalóriadeficites állapotban, amikor te fogyni szeretnél, simán meg tudja akadályozni a fogyást, és simán lehet annak az oka, amiért megállt a fejlődés. Úgyhogy az ilyenek miatt tényleg át kell gondolni az, hogy mi az, amit beleszámoltál, mi az, amit nem számoltál bele, és még inkább tudatosabbnak kell lenni, az utolsó 3-4-5 kiló az, ami a legnehezebben fog lemenni, ezt szerintem mindenki megtapasztalhatja, és ott már az ilyen pici apró feladatokra is sajnos oda kell figyelni. Úgyhogy az egyik az az, hogyha eddig nem számoltál, akkor lehet, hogy most érdemes lenne elkezdeni, hogy tisztában láss, másrészt jobban át kell gondolni az ilyen kis rejtett kalóriákat. A következő, ami felmerülhet, az az, hogy túl kevés kalóriát eszel. És tudom, hogy ez az egyik, amit a legkevésbé hisznek el az emberek, hogy hát hogy lehet az, hogy már semmit nem eszek meg, és még mindig nem fogyok. Hát pont ez a baj. Tehát, hogy egyszerűen olyan szinten le tudjuk vinni a kalória bevitelünket az alapanyag cserénk alá, hogy ott már nem képes a szervezetünk tovább fogyni. Nyilván egy idő után fog és éhen lehet halni, de nyilván senkinek nem ez a célja. De annyira lassú lesz az alapanyagcsere, meg az anyagcsere, hogy bármi, amit megeszel, az fel fog rád rakódni, ahelyett, hogy a fogyásodat segíteni, hiszen a szervezetet éhezik, és minden, amit kap, azt meg akarja magának őrizni, hiszen ki tudja, hogy kapni fog-e még belőle, és arra vagyunk beprogramozva, hogy túléljünk. Tehát nem, hogy a fogyásodat segíteni, de még akár hízni is hízhatsz tőle. És ez simán lehet, hogy azért van, mert túl kevés kalóriát eszel meg egy nap, és ezt már egy húzamosabb ideje. Illetve, hogy az alacsony kalória bevitel együtt jár azzal, hogy a leptin nevű hormonnak a szintje iszonyatosan le tud esni egy idő után, egy néhány hónapnyi diéta után. Ez az, ami ugye a jól lakottság érzetünkért felel, és amíg ez a leptin hormon tartósan alacsony szinten van, addig a fogyás sem biztos, hogy úgy tud működni, ahogy annak működnie kellene. Erre két opciónk létezik, illetve ezeknek rengeteg különböző ága, de úgy fogalmazunk, hogy egy kettő. Az egyik az, hogyha néha beiktatsz olyan napokat, amikor tudatosan többet eszel, mint egyébként a diéta többi napjain, akár felviszed a szinten tartó kalória mennyiségig az aznapi bevitelet, vagy akár még a fölé is egy picit pluszba, és aztán másnaptól visszatérsz megint a diétás kalóriákhoz, makrókhoz. És ez tud adni egy olyan löketet, ami megemeli a leptin hormon szintjét, és újra be tudja intani a megállt anyagcserédet is. Ez egyébként hívható úgy is, hogy diet break, azaz diéta szünet, és lehet nem csak egynapos, hanem akár egy hetes is, amikor egy héten keresztül minden nap az szinten tartó kalória mennyiségen eszel, ami mondjuk lehet 3, 4, 5, 6, 7, 800 kalóriával is több, mint a jelenlegi bevitelet, nem tudom, ez egyénfüggő, és egy héten keresztül ez szerint eszel, majd azután térsz vissza az alacsonyabb kalóriákhoz. És higgyétek el, hogy ennek olyan hatása lehet a szervezetre, hogy ettől simán be fog indulni a fogyás, annak ellenére, hogy többet ettél, és ugye az van az agyunkba programozva, hogy hát minél kevesebbet kellene, hogy fogyjunk, nem. Simán lehet, hogy egy ideig többet kell ahhoz, hogy újra magához térjen a szervezetünk. Úgyhogy ez az egyik megoldás. A másik pedig az, hogy egy hosszantartó diéta után elkezdünk szépen reverse diet, azaz fordított diétát folytatni. Erről egyébként évekkel ezelőtt már volt egy videó, amit ha nem felejtek el, akkor ide belinkelek. Ez igazából azt jelenti, hogy pont ellentétes azzal, mint amikor diétázol, tehát amikor folyamatosan viszed le a kalóriákat és a makrotápanyagunkat, ez pedig folyamatosan viszed fel. Ami megint csak az előző jogból kifolyólag történik, hogy újra elkezdjen
adaptálódni ezekhez a mennyiségekhez az anyagcseréd, és elkezdjen gyorsulni. Viszont azért nagyon-nagyon király ez, hogyha itt szépen, fokozatosan, lassú léptekkel, tehát egy, nem tudom, 5-10 g-nyi szénhidráttal, 3-5 g-nyi zsírral növeled meg hétről hétre a beviteledet, mert így egyáltalán nem fogsz hízni tőle, nem fog raktározni a szervezetet, hanem szépen fokozatosan tud ehhez alkalmazkodni, és ezáltal úgy gyorsulni, hogy közben a mérlegnyelve nem feltétlenül változik, nem növekszik, de akár még nagyon sokan ebben a reverse dietben fogyni is tudnak. Pont azért, mert több energiájuk van a több étel miatt, jobban mennek az edzések, jobban fel tudja használni azt a vitt energiát, és azáltal simán lehet, hogy pont akkor fog beindulni a fogyás, amikor már szépen egyre többet eszel. Nagyon érdekes dolog ez, és ez a kedvenc, amikor valakinek így tudok segíteni, hogy nem kevesebbet mondok neki, hogy egyen, hanem pont, hogy többet, és láss csodát, egy-két héten belül beindul a fogyás is, ez szerintem ez az egyik legjobb része ennek a táplálkozásunknak, meg tényleg az ilyen legcsodálatosabb dolog, hogy mire képes az emberi szervezet. Úgyhogy ez még szerintem egy olyan dolog, amit érdemes lenne megfontolni, hogyha már hosszú ideje, hónapokon keresztül az a szinten tartó kalóriád alatt eszel, és azt vetted észre, hogy már nem mozdul a mérleg, megállt az anyagcseréd úgymond, illetve lelassult, akkor ez egy megfontolandó dolog. Lehet, hogy szépen most a következő 2-3 hónapban visszaépíted, ott maradsz egy kicsit, és utána kezded esetleg újra a makrók csökkentését és a diétát. Ezzel egy valamennyivel lassabb eredmény, viszont sokkal-sokkal tartósabb eredmény várható, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. A következő, ami felmerült, az a monotonitás, és itt a makrotápanyagokra gondolok. Tehát, hogyha már hosszú ideje ugyanazokkal az arányokkal eszel, tehát ugyanannyi százalék szénhidrátot, zsírt és fehérjét eszel már régóta, akkor lehet, hogy elég lenne ezeken változtatni. Tehát nem kell a mennyiségeket, tehát a kalória mennyiséget magát megváltoztatni nagyon, inkább csak azt, hogy ennek melyik része van szénhidrátból és melyik része van zsírba. A fehérjén nagyon nem kell változtatni, az lehet úgy nagyjából mindig fix, de mondjuk érdemes lehet úgy csinálni, hogy ha eddig nem tudom, 60% volt a szénhidrát és 20% a zsírbevitel, vagy csak most mondtam valamit, akkor felvinni a zsírbevitelt mondjuk 30%-ra, és a szénhidrátot csökkenteni 50%-re, és már ezzel is változott egy picit, de ennél azért akár radikálisabb is lehet simán, tehát jóval lejjebb inni a szénhidrátot, viszont arányosan annyival feljebb inni a zsírt a diétádban, mert egyrészt mindenki másra reagál jól, valaki sokkal jobban reagál arra a diét alatt, hogyha több szénhidrátot ehet, valaki sokkal jobban reagál arra, hogyha több zsírt ehet. És lehet, hogy ha ezt már megváltozott, akkor az is segíteni fog, vagy ha nem, akkor lehet alkalmazni a szénhidrát hintáztatás módszerét, ami tudatos nevűre meghatározott ütemben, mondjuk 3 napig alacsony szénhidrát, aztán 1 napig magas, vagy egy nagyon alacsony, egy közepes, egy magas, egy nagyon alacsony, egy közepes, egy magas, ezt többféleképpen össze lehet rakni, de ez is egy olyan új impulzus adhat a szervezetnek, amire akár fogyásra is reagálhat. És ami még így eszembe jutott táplálkozással kapcsolatban, így a kis versenydiétás múltamból, az az édesítő használat, mert ugye most már mindenből lehet diétásot kapni, meg cukormenteset, meg nem tudom, amivel nincs is alapvetően problémám, de az biztos, hogy ezek az édesítők egyeseknél borzasztóan meg tudják kötni a vizet. És az a tapasztalatom, hogy minél kevesebb hozzáadott élet, vagy hozzáadott adalékanyagot eszel, tehát minél kevésbé feldolgozott ételeket eszel, annál inkább el fog tőle szokni a szervezeted, és annál jobban be fogsz vizesedni, akár egy kis édesítőtől is. Úgyhogy, ha már tényleg úgy érzed, hogy mindenre gondoltál, és mégis azt érzed, hogy vizes vagy, nem mozdul a mérleg, stb., akkor esetleg meg lehet gondolni azt, hogy kiiktatni minél több olyan ételt, amiben édesítő szerepel, főleg a mesterséges édesítők, de egyébként a természetes eredetű édesítők is, úgyhogy amennyire tudod, akkor ezeket így próbáld meg minimalizálni, és simán lehet, hogy ennek hatására el fogja engedni a szervezeted a felesleges vizet.
Ennyi az, amit a táplálkozásról nagy vonalakban tudnék mondani. Nyilván ez mindenkinek egyénre szabott, tehát nem tudok itt annyi igazságot mondani. Mindenkinek mást tudnék személy szerint tanácsolni, de hogy ezek olyan dolgok, amikkel szerintem meg lehet próbálkozni egyénileg is. Az edzés részéről is összeszedtem pár ilyen dolgot, amiből az első az, hogy gondold át, hogy van-e fix edzésterved. Mert nagyon sokan vagyunk úgy, köztünk én is, aki elmegyünk az edzőterembe, és ott kitaláljuk, hogy akkor most a mai éppen mi azon kedvünk, és mit csináljunk. És ez egy ideig tök jó, meg egy ideig teljesen úgymond megadja azt az edzés impulzust, amire szükséged van ahhoz, hogy fejlődj. De egy idő után ez már nem biztos, hogy elég lesz, hiszen nem fogod tudni követni a fejlődést, nem fogod tudni követni azt, hogy miből mennyit tudtál megcsinálni, hány ismétlés, mekkora súllyal, stb. És ezáltal nem is tudsz rajta változtatni ahhoz, hogy újra kimozgasd magad a komfortzónádba, és újra fejlődni tudj. És simán lehet, hogy már hetek óta a kis komfortzónádban izegsz, mozogsz az edzéseken, de hogy igazából semmi nem történik. Elmész, a kicsit egy nyugodt lesz, de amúgy meg nem történik semmi. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom magamnak is, hogy legyen egy fix edzésterved, amit körülbelül 6 hetente változtass, és abban hétről hétre tudod követni azt, hogy miből mennyit fejlődtél, hogy alakult, mi az, ami jobban megy, mi az, ami kevésbé, mi az, amire jobban kell koncentrálni. Nyilván nem tud mindenki magától edzéstervet kérni, vagy írni, úgyhogy ha tehettek, akkor kérjetek személyi edző segítségét hozzá, még akkor is, hogyha egyébként önállóan edzetek, mert ez szerintem egy tök jó kiindulási alap lehet, és sokkal könnyebben meg tudod találni azt a pici kis módosítandó dolgot, ami esetleg erőre tudja mozdítani azt a helyzetet, amiben most így kerültél. A következő, amit felírtam, az a volumen változtatás, és ebben értem azt, hogy változtassunk akár a gyakorlatok számán egy edzésen belül, akár a gyakorlatok közötti pihenő időt csökkentsük, akár a gyakorlatokon belüli sorozatok számát, tehát hogy mit tudom én, guggolásból eddig 4 sorozat volt, most már legyen 5. Akár a sorozatokon belüli ismétlések számát, tehát hogyha eddig a guggolásból, az 5 sorozatból, az egyik sorozatban 20 ismétlést csináltunk, akkor most már legyen csak 15, de a súlyt mondjuk emeljük fel 10 kilóval. És akkor ez lesz még, amit akartam hozzátenni, hogy az intenzitás, tehát milyen súllyal dolgozunk, vagy milyen ellenállással végezzük a gyakorlatot, nyilván ez attól függ, hogy milyen eszközt használunk, vagy saját test súlyos edzés, vagy miről van éppen szó. De ezeknek az edzés összetevőknek valamelyikét változtassuk meg, és ezzel már is egy új ingert kapott gyakorlatilag a szervezetünk. A következő az az, hogy változtass egy picit az edzés fajtán, tehát hogy eddig csak erőedzést végeztél, tehát akár súlyokkal, akár saját testsúlyjal, de inkább erősítő jellegű edzést, akkor iktass be valamilyen állóképességi vagy erőállóképességi edzést. Fogalmazunk úgy, hogy akkor kardióz egy kicsit, tehát hogy érdemes ilyeneket is beiktatni, nem csak azért, hogy fú, most akkor minden nap kardiózni fogok, hogy minél több zsírt égessük, de valóban szükségünk van állóképességre is, így a hétköznapok során is, úgyhogy már csak emiatt is. Másrészt tényleg ez megint csak egy újfajta inger lesz, hiszen ha addig nem végezted, akkor mindenképpen ehhez is alkalmazkodnia kell majd a szervezetednek. Úgyhogy vagy ez, vagy pedig akár lehet az edzéseket nem úgy csinálni, ahogy eddig, hanem köredzés formájában. Tehát kitalálni mondjuk egy edzésre, nem tudom, 8 gyakorlatot, abból csinálni egy-egy ilyen kört, meghatározott ideig, vagy ismétlés számmal, pihenőidő nélkül, és csak a körök között fogsz majd pihenni, ezáltal ez már egy erőállóképességi edzés lesz, és simán lehet, hogy teljesen más reakciót fog kiváltani a szervezetedből. Úgyhogy vagy ezen az edzéseden belül változtass, vagy ami még felmerülhet, hogy esetleg valamilyen kereszt edzést végez, tehát egy a saját sportodtól teljesen eltérő edzést, kezdj el mondjuk úszni járni, vagy kezdj el futni járni, vagy kezdj el, én például mostanában elkezdtem jógázni járni, ami még nagyon-nagyon friss, de ma is pont menni fogok egyébként, és úgy érzem, hogy nekem ez például segítség, mert nagyon sokat segít a hajlékonyságomon, és amikor úgy érzem, hogy teljesen ki vannak nyújtva az izmaim, és foglalkoztam velük ilyen szempontból is, akkor utána a súlyzós edzés is jobban és hatékonyabban fog menni, ezt abszolút így megtapasztaltam, és ezért nekem például ez egy nagyon nagy segítség.
de lehet, hogy valakinek azt tesz jót, hogyha elmegy néha ebben a jó időben kosarazni, vagy bármilyen szabadtéri sport, vízisport, akármi, valami, ami másfajta inkereket ad a szervezetednek, és nem mellesleg még jól is érzed magad közben, mert akkor az neked is ad egy ilyen kis löketet, a motiváció löketet akár, vagy bármi, hogy újra élvezed, hogy sportolhatsz. Úgyhogy keresztedzés. Kipróbálhatjátok, ha már kardioedzés szerepel az edzéstervetekben, nem a monoton kardiót, hanem az interval kardiót. Ami ugye azt jelenti, hogy előre meghatározott szakaszokban váltogatjuk az intenzitás fokot, tehát hogyha vegyünk egy legegyszerűbb futópadon futó edzést, akkor nézzen ki, hogy nem 20 percet futsz 10-esen, hanem mondjuk fél percenként váltogatod, fél percet futsz 9-esen, majd fél percig felviszed 12-13-osra, majd kikapod a tüdődet, majd visszamész az alacsonyabb intenzitásra. Vagy akár egy simán pihenőkkel is, tehát mondjuk fél percig futsz 13-oson, aztán fél percig megállsz a futópad két oldalán, picit fújsz, majd fél percre újra visszapattansz. És ebből megcsinálsz mondjuk 10 ilyen pihenőfutó szakaszt, és ez már egy intervall edzés. De ezt természetesen lehet bármelyik kardiógépen, lehet ennél sokkal izgalmasabban csinálni, másfajta időintervallumokkal, másfajta szinteken, meg stb. De a lényeg az, hogy ezzel az intervall edzéssel sokkal rövidebb idő alatt hatékonyabban tudsz dolgozni, hiszen az edzés után az utóégetés, úgymond a zsírégetés még órákkal utána is sokkal magasabb fokon fog történni, mint hogy egy sima monoton kardiót csináltál volna. Az biztos, hogy nehezebb lesz, jobban kiköpöd majd a tüdődet, úgymond, viszont gyorsabban megleszel vele, és hatékonyabb lesz, és tényleg egy változatosságot vissza a sima kis kardió edzésekbe. És amiről már egyébként beszéltem, de ezt írtam utoljára, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy személyedző segítségét kérni, már csak azért is, mert tudom, hogy amikor én edzőhöz jártam, akkor hát két edzőm volt életemben, de mind a kettő kihajtotta belőlem, amit csak lehetett, és én magammal nem mindig csinálom ezt meg. Tehát úgy, én úgy el tudom lébecolgatni, megcsinálom az edzést, de hogy úgy nagyon nem mozdulok el a komfortzónámba, viszont amikor velük edzettem, akkor minden egyes nap úgy mentem haza, hogy úristen, én nem bírok lemenni a lépcsőn, mert leszakad a lábam. Tehát, hogy ilyen iszonyatosan kivették belőlem azt, amit ki lehetett, de ez néha kell. Tehát kell az, hogy elmenj a határodig, és még egy picit át is lépd, mert ez fog előrébb vinni, és ez fogja fejlődést generálni. És nagyon sok mindenkinek ehhez szüksége van egy edzőre, vagy valakire, aki segít ebben. Úgyhogy, ha nem is engeditek meg magatoknak, hogy minden alkalommal eljártok valakihez, de akár csak heti egyszer, vagy mondjuk két hetente egyszer elmentek valakihez, és vele egy újfajta edzésmódszert próbáltok ki, és jobban eltolt titeket a határtokig, akkor az már egy tökéletes segítség lehet. Úgyhogy ez még a mi edzéshez kapcsolódóan az utolsó ilyen tippem lenne. Remélem, hogy ezek, amiket így összegyűjtöttem, ezek segíthetnek abban, hogyha esetleg valakinél megállt a fogyás és a fejlődés, akkor valamelyik ezek közül, a legalább tizet vagy többet is felsoroltam, ezek közül valamelyik előrébb tud vinni. És ha már ezt így elmondtam, akkor én pedig gyorsan összekészülök és megyek jógázni. Találtam nemrég egy tök jó jogot, elmegy Pesten, és még csak egyszer voltam, de az nagyon jó volt, úgyhogy most megint oda fogok menni egy gimis barátnőmmel, egy ilyen gerinc jogára, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Nem mondom, hogy ebben a melegben van kedvem kimenni az utcára, de bízok benne, hogy ez a 90 perc az ilyen halál nyugalomba fog telni, és utána megint úgy jövök majd ki, mint valami masszázsról, annyira kilazultam. Amúgy nagyon nehéz az óra, mert hogy tényleg így meg kell vele dolgozni, viszont utána annyira ellazulsz, hogy nagyon király. Úgyhogy ez lesz most itt délutáni programom. És a videót azt szerintem itt már le is zárnám, mert jó közben valószínű, hogy nem fog tudni videózni, idegen emberek között pedig nem is annyira szeretnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha hasznosnak találtátok, akkor lájkoljátok, és esetleg kommenteljetek is valamit, annak mindig nagyon örülök. És találkozunk a jövő héten is. Legyen csoda szép napotok, estétek, reggeltek, délutánatok, minden. Sziasztok!